Egyre több külföldi, illetve sebesült hagyja el a gázai övezetet Egyiptom felé. Egymás után lépnek be a segélyszállító kamionok a Hamas által irányított területre, ahol az izraeli szárazföldi erők igyekeznek felszámolni a terrorista infrastruktúrát, például az alagutakat és a rakétakilövő állásokat. Közben már 242 izraeli túszról tudni, akiket a Hamas fegyveresek hurcoltak el október elején. Érkeznek a segélyeket szállító kamionok Egyiptomból a gázai övezetbe, a Rafahi határátkelőn keresztül. Sorban állnak az egyiptomi mentőautók is, amelyekkel majd a sebesülteket hozzák vissza a sínai félszigetre. A külföldi állampolgársággal rendelkező gázaiak közben igyekeznek elhagyni a területet. Két hét alatt 7500 külföldi távozhat. Nem tudom, hogy láthatom-e újra azokat a családtagokat és barátokat, akiket hátrahagytam. Senki sincs biztonságban, nincsenek óvóhelyek, mondta ez az amerikai állampolgárságú nő. Az izraeli légierő továbbra is bombázza Gázában a Hamas létesítményeit, amelyek mélyenbe vannak ágyazva a lakóházak közé. Emellett az izraeli szárazföldi erők is a területen harcolnak. Hivatalos közlések szerint csütörtökre virradóra az övezet északi részén a terrorista infrastruktúra létesítményeit semmisítették meg. Emellett több palesztin fegyverest is likvidáltak, akik páncéltörő rakétákkal, robbanószerrel és kézigránátokkal intéztek az izraeliek ellen támadást. A harcok elől több százezren az övezet déli részébe menekültek. Han Yunis utcáit elborította a szemét és a szennyvíz. Sok gyerek, nő és idős ember beteg. A tengervízből iszunk, mert nincs más. Nincs tiszta ágy, sem élelem. Éjszaka hideg van, mi pedig a földön alszunk, mondta ez a menekült. Közben az izraeli hadsereg bemutatta azokat a fegyvereket, amelyekkel a Hamas terroristái megrohamozták a dél-izraeli településeket október 7-én. Van köztük várról indítható rakéta, gránátok és más fegyverek. Ketten vettük fel a harcot, pedig a Hamas terroristák teljesen ellepték a kibucot. Állig fel voltak fegyverezve, mondja ez a férfi Kisufimban. A terroristák brutális kegyetlenséggel mészároltak le 1400 embert Dél-Izraelben. Emellett civileket is magukkal hurcoltak. A legfrissebb közlések szerint 242 túsz van a gázai terroristák fogságában.